Ermentor Team negyedik váltásának hajózói és az afgán harci helikopterpilóták partnerként egymásra figyelve és egymástól tanulva repülnek a hadszíntér felett. Az afgán légierő harchelikopter pilótáinak és repülőműszaki szakembereinek a képzését, mentorálását hagyjuk végre itt már második éve. A kontingensünk a negyedik váltás. Kiváló kapcsolatot sikerült kialakítanunk az itt dolgozó hajózó és repülőműszaki szakemberekkel, akik komoly múlttal rendelkeznek egyébként, de a komoly múlthoz sajnálatos tapasztalatok is tartoznak, és a tapasztalatok feldolgozásában, az új eljárások elsajátításában segítjük a munkájukat. A mai pilótám egy kiképzett pilótának számít. Ő még a Szovjetunióban repült a 80-as évek végén. Ott végzett a ottani légierőiskolában, viszont a hazérkezése után nem sokkal gyakorlatilag lezuhant. Egy igen komoly repülő eseménye volt, ahol az összes személyzettag rajta kívül életét vesztette. Ezután volt egy rövidebb szünet a karrierjében, ez olyan 20 évet tett ki, és 20 év után jutott lehetőséghez, hogy folytassa a repülőkarrierjét. Gyakorlatilag idén kezdte újra. Tehetséges, látszik, hogy jól képzett, jó alapképzést kapott. Nyilván 20 év az meglátszik, viszont ő egy kifejezetten jó hajózónak számít. Kitűnő a kapcsolatunk magyar barátainkkal. Annak idején, amikor a volt Szovjetunióban tanultunk, ott is találkoztunk magyarokkal, akik kiváló kiképzők, oktatók voltak. Most 20 év kimaradás után az Afganisztánba érkezett magyarokkal ismét együtt vagyunk. Szinte minden nap repülünk, és hálásan köszönjük nekik azt az oktatást, azt a támogatást, amelyet a pilótáktól, technikusoktól kapunk. A mi feladatunk jelenleg, mint tudják, hogy ezekkel a Mi-35-ös harci helikopterekkel repüljünk. Különböző kiképzési feladatokat, gyakorlatokat hajtunk végre. Nagy felelősséggel jár a Mi-35-ös vezetése, különösen önálló végrehajtás esetén. Ez egy igazán komoly szakmai kihívás számunkra. A mai napon kiképzési repülést hajtottunk végre egy felszállás egy óra keretében. Egy átképzés alatt álló helikoptervezetőt oktattam földközeli légtérrepülésre. A kiképzés itt sem egyszerű, ugyanúgy, mint otthon Magyarországon. Nyilván a helikopterek darabszáma itt is korlátozott. Ha harci feladatra kell vinni a helikoptereket, akkor a kiképzett hajózók elviszik. Nyilván ez a kiképzés hátrányosan befolyásolja. Durván hetente egy-két repülés, amin ő részt tud venni. Ezzel a tempóval egy főnek a kiképzése közel egy évig tart. A kollega olyan szinten áll, hogy gyakorlatilag megkezdheti az önálló repülését, azonban azt tudni kell, hogy én itt tanácsadóként vagyok, oktató tanácsadóként vagyok, tehát én csak javasolni tudok, amit én láttam ma, az alapján a kolléga megkezdheti az önálló repüléseit, mind normál, mind földközeli magasságban.